Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most a napi kártya következik. Megnézzük, hogy erre a napra a cigánykártya mit üzen. Most nem a taró, hanem a cigánykártya. Megnézzük általánosságban, megnézzük a szerelemben és a munkában. Általánosságban. Olyan helyzetek adódhatnak ma, amikor úgy komolyan vágyunk arra, hogy lezáródjon valami olyan, ami nem jó a számunkra. Hogyha olyan helyzetben vagy, amiben már látod azt, hogy valamit be kéne fejezni, át kéne alakítani, fel kellene vállalni, az igazságot szembe kellene nézni az igazsággal, akkor itt az a feladat ma, hogy ezt meg is tenni. Általában a halállapja egy nagy-nagy átalakulást is jelezhet, egy olyan átalakulást, amire már egy ideje lehet, hogy vágysz, és külső körülmények itt még akadályozó tényezőként is ott lehetnek, de rá is jöhetsz arra, hogy mi a legnagyobb akadálya a változásnak. A gondolataidat is érdemes figyelemmel kísérni, amennyire lehetséges, mert a gondolataid is lehetnek akadályozó tényezők annak, hogy ezek a vágyak meg tudjanak valósulni. Aztán az is lehetséges, hogy valakinél ez pontosan azt jelenti, hogy ma jut el odáig, hogy az a vágyakozás az, az nem igazán jó a számára, amiben eddig benne volt, és akkor természetesen ugye ott az a feladat, hogy ezt lezárni. Az illúziók, vagy a valós vágyak, amiknek van esélye megvalósulni, illetve nem csak a vágyakozás, hanem tenni is érte, tehát nem csak állni, és nézni, és vágyakozni, hanem ténylegesen fizikailag is cselekedni azokért a vágyakért, amik ott vannak, hát ez is lényeges lehet nézzük a szerelmet, kapcsolati téma. Félelmek lehetnek a kapcsolattal összefüggésben, akinek van párkapcsolata, az megélheti azt, hogy egyedül érzi magát, hogy nincs mellette a párja, megélheti a, konkrétan a féltékenység érzetét is, illetve azt, hogy elveszítheti a párját. Ez most különböző okok miatt lehet ez, lehet távolság, lehet olyan helyzet, amit át kell gondolni, lehet egy veszekedés utáni állapot, amikor, amikor mind a kettőtöknek át kell gondolni azt az adott helyzetet. Lehet olyan helyzet, amikor, ha külön vagytok, ha még nem vagytok együtt, akkor sokat jár a gondolataidban az, hogy, hogy mit kellene átalakítani, megszüntetni ahhoz, hogy ez a távolság, ez tudjon csökkenni kettőtök között. A féltékenységnek mindig feladata van, hogyha konkrét féltékenységről van szó, hogyha ez megjelenik, ez az érzés, hogy miben érzed magad kevésnek. Miért nincs önbizalmad? Miért félsz attól, hogy elveszítheted a másik embert? Van e valós alapja a féltékenységnek? És hogyha odáig eljutott a kapcsolat, hogy be tudott lépni egy harmadik, az nem a harmadikról szól, hanem a kettőtök között ez mi, mi az oka ennek? És mennyire tudod ezt te megváltoztatni, vagy lehet -e ezt javítani, vagy akkor kik érdemes lépni. Ezek mind-mind olyan témák, amik, hogyha ez adott, akkor érdemes elgondolkodni rajta. De neked is beléphet az életedbe egy olyan a párod mellett akár, ahol feladatot ad, hogy elgondolkodj azon, hogy maradsz-e a régi kapcsolatban, vagy kilépsz belőle, ha még nincs párod, akkor itt azt érdemes megnézni, és szeretnél párkapcsolatot, hogy, hogy milyen félelmek vannak benned azzal kapcsolatosan, hogyha létrejön egy kapcsolat, akkor az milyen változást tud hozni. Mert ez is akadályként ott le. Természetesen, hogyha akarsz párkapcsolatot, nézzük a munka területét. Hát itt mozdulnak a dolgok, olyan döntések születhetnek a munkában, amik teljesen átalakítják a helyzetet. Ha még nincs munkád, akkor megtalálhatod azt a munkát, ami, ami úgy szíved szerint is lehet, ami teljesen új helyzeteket is hozhat. Gyors elmozdulást is jelenthetett egy ilyen ha van munkahelyed, akkor egy ilyen tevékeny napot, ahol történnek a dolgok. Ha, ha olyan munkád van, ahol el kell menni, el kell intézni dolgokat, akkor az kifejezetten a, az utazást is jelentheti, azt a helyzetet, amikor tényleg el kell valahova menni, el kell mozdulni valamerre, és főnökkel kapcsolatosan új helyzet is kialakulhat. Tehát a főnöködnek jöhetnek olyan döntések, amik átalakítják a vele való kapcsolatot, illetve a te munkádat is átalakíthatják. Itt akár az új főnöknek a megjelenése is lehetséges, illetve olyan új ember, aki befolyásolja a munkádat. Ha nincs még munkád, akkor érdemes most beletenni mindent, most elküldeni azokat az önéletrajzokat, bemenni azokra a helyekre, ahova úgy gondolod, hogy van esélyed, mert elindulhat egy új, mert találhatsz egy olyat, ami aztán tud fejlődni, ami tud eredményes lenni. Hozd meg azokat a döntéseket a munkával kapcsolatosan, amit lehet, hogy már régóta érzel, hogy igen, ez, ez, ez az irány, és meg kell hozni. Csak még halogattad, mert most abból is születhet új. Ez volt a mai cigánykártya üzenet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és további nagyon szép napot kívánok mindenkinek!